Múltat idéző Hoffer traktoron vitte a polgármester a vendégeket az Arató Fesztivál helyszínére. Régi álma volt a helyieknek, hogy egy ilyen izzófejes traktor igazi különlegessége lehessen a rendezvénynek. Ózdon találtak rá a GS35-ös traktorra, amit működőképes állapotba hozott egy gépészmérnök, így az körbejárhatta a falut az aratás napján. Hajdan az aratást kora hajnalban kalapemeléssel, imádsággal és pálinkával kezdték. Ópáiban sem volt ez másképp. A papi áldás után neki kezdtek az aratásnak. A bemutatón együtt dolgoztak az idősebbek és a fiatalabbak. A határon túli magyarok és az anyaország beliek közösen aratták le a kenyérnek valót. Az aratócsapatok versenye persze jelképes volt, inkább a hagyományok felidézése, a közösen eltöltött munka jelentett örömöt számukra. Honnan érkeztek? Jánokról, Kassem elől, Szlovákiából. A hagyományokat ott is őrzik, vagy ilyenkor lehet egy évben egyszer-kétszer ez gyakorolni? Hát igen, ez lényegében mondjuk a kaszaolás, ez megyen. Na de így, hogy terménykaszaolás, ez ma kevésbé megyen, mert ma a betakarítás többnyire kombajnokkal végződik, meg még más, úgyhogy ez a hagyomány lesecskan elmarad a kézi kaszaolás, meg a kézi megművelés, minden, úgyhogy... Sajnos, elkerüljünk, hogy ide kell jönnünk messzire, egy 300 kilométerre, hogy tudjunk kézzel kaszolni terményt. Egyébként honnan tanulta, vagy hol látta? Ugye itt azért már mondták, hogy csak az idősebbek tudják ezt. Úgy tudjuk csinálni, hogy lényegében az édesapainktól, nagyapainktól, édesapainktól így származó, került hozzánk, és akkor a hagyomány így őrződött meg utánunk. Utánunk, hozzánk. Nehéz munka? Hát attól ki hogy veszi. Ha az ember szeretetből csinálja, akkor nem annyira nehéz. De hogyha amikor kényszerből, akkor nehéz is lehet. Akkor jó a termés, amikor már a kalasz lényegében szép sargára beérik, és akkor a kalaszok kezdnek visszahajlani. És még a másik dolog, az ember a paraszt oldalról megnézi, azt a szemet kidörzseli, és saját szájába elharapja, és akkor úgy próbálja meg, hogy milyen. Ópályi 721 éves település, az első írásos emlékek 1294-ből, harmadik András idejéből származnak. Páli, pontosabban Pauli néven tesznek említést a településről, ami annyit jelent, hogy Pálé, Pál birtoka. 1856. április 8-án egy óriási tűzvészben leégett az egész falu, csak a református templom maradt éppen. A hagyományokat őrzik a faluban, nemrég egy múzeumot is kialakítottak a település régi iskolájában. Ahogy csökkent a gyereklétszám, úgy maradt el a iskolának a használata, és amikor ott maradt üresen, évekig ott állt, akkor gondoltam ki, hogy összegyűjtjük a faluban megmaradt még értékeket, csinálunk egy helytörténeti gyűjteményt. És hál' Istennek azóta is gyarapodik, szaporodik, fejlődik. Most már lassan kevés lesz a hely. A hagyományokat legkönnyebben úgy lehet ápolni, hogyha azokat a hagyományokat megélik a helyiek, és Ópályi egy ilyen példa. Itt valóban azért élnek a hagyományok, mert életben tartják őket. Minden napok részesévé válnak a hagyományok, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb ebből a szempontból. Nem is olyan régen volt az, amikor egy könyvbemutatón jártam Nyíregyházán, ahol Ópályinak a 720 éves történetét bemutató könyvet adtuk át, és nagy megtiszteltetés volt ott részt venni, és nagyon megfogott engem polgármester úrnak az elszántsága, amivel valóban a településnek a kovászává képes ő is válni, és megvannak azok az emberek, akik ebbe a munkába őt nagyon jól tudják támogatni, és nagyon jól tudják kiegészíteni. A helyi értékeket erősíti az Ópályiak Baráti Köre Egyesület, amely a település szellemi és kulturális fejlődését segíti. Ha én aztat befoghatnám, tiszta búzával tartanám, tiszta búzával tartanám, gyöngy harmattal itatgatnám. Erdő, de kerek vagy, kis angyalom, de messze vagy. Ha az erdőt kivághatnám, kis angyalom, megláthatnám. A mindennapokban mennyire lehet itt egy ilyen kis településen összefogni az embereket? Ez arra is jó, hogy az ópályok megmutassák magukat óvodás csoportoktól, iskolás csoportokon keresztül a felnőttekig. Készülnek a néptáncosok, a népdalkör, tehát mindenki töri a fejét, hogy hogyan legyen ez jobb és színvonalasabb.
Milyen programok, milyen lehetőségek vannak itt helyben a helyieknek a közösség formálására? Ópályban mindig történik valami. Először is az egyházak azok rendszeresen működnek, katolikus, református, római katolikus, azon túl Ópályok Baráti Kör Egyesület. Különböző más egyesületeink is vannak, Bolgáró Egyesület most újabban erősödik. Van néptánccsoport, népdalkör, tehát sok lehetőség van arra, hogyha valaki akar, akkor bekapcsolódhat a község életébe. Már 21. alkalommal szervezzük, és nekünk ez a legnagyobb, a községünknek ez a legnagyobb ünnepe, de jönnek a szomszédos településekről is, csapatok, vendégek, érdeklődők. Most párosítottuk a megyei polgárőr nappal, ami még több látogatót hozott. A környező településen sok az önkéntes polgárőr, akiknek a munkáját a rendőrség is elismeri, hiszen közel 440 ezer órát töltöttek együtt szolgálatban. A jövő azt gondolom mindenféleképpen az, hogy azokat a kezdeményezéseket, ami egy iskola, egy polgárőr, vagy adott esetben a nyugdíjasok tekintetében a polgárőrség megfogalmazott, hogy figyeljünk egymásra, én azt gondolom ezek a fő célkitűzéseket kell majd a jövőben még erősíteni. Szükség van a polgárőrségre, szükség van ez az önkéntes munkára, azzal, hogy maga a törvényi jogszabály is most változott, azzal, hogy fiatal polgárőröket is most már soraiba tudhatnak, azzal, hogy a képzéseken fognak részt venni a jövőben, és az, ahogy a közös járőrözés is, mondhatom azt a rendőrrel, egy rendőr, egy polgárőr járőrözéssel azért erősítjük. Én úgy gondolom, hogy a helyben lakóknak a szubjektív és objektív biztonsági érzetét is azt gondolom, hogy ez növelheti és erősítheti. Az aratónapon a helyiek és a polgárőrök közös főzőversenyére is benevezhettek. Igaz, inkább a finom szatmári ízek miatt, hiszen nem a verseny volt a lényeg, hanem a kóstolás. A programon a családok is jól érezhették magukat, a sportpályán vetélkedők és a magyar ősi hagyományokat felidézve ostorcsattogtatást, íjászkodást próbálhattak ki a bátrabbak. Ők pedig már a romániai Szatmár megyéből, Börvejből érkezett vendégek, táncosok az Arató Fesztivál színpadán. Ez az első alkalom, hogy ezen a fesztiválon itt vannak? Második alkalom, tavaly voltunk már, és az idén ismét meghívtak bennünket, és örültünk, hogy részt vettünk ezen a hagyományőrző ünnepségen, mert odahaza mi is hagyományőrzéssel foglalkozunk, és vártuk is a meghívást, és hál' Istennek ma is jól teljesítettünk az Arató ünnepségen. Milyen egyébként a kapcsolattartás a két település? Folyamatos, mert az idejében már voltunk egy amatőr színjátszó csoportunk, van odahaza, voltunk a Sári Bíróval, mint előadással, és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, mivel kulturálisan ugye teljesen összefügg ez a tájegység, és együtt vagyunk általában, két havonként találkozunk. Hogyan látják, mennyire tud tehát a Kárpát-medence magyarsága közelíteni egymást? Eddig is közelítettünk egymáshoz, azt, hogy most kettős állampolgárságot kaptunk, tehát végeredmény megkaptuk a magyar állampolgárságot, sokkal könnyebb olyan szempontból, hogy valamennyire nyitottabbá vált az itteni oldal felénk, mert ugye mi a határon túlról, mint kisebbség mindig is nyitottabbok voltunk az anyország felé. És jelen pillanatban az úgy tűnik számunkra, hogy valamennyire ennek köszönhetően még nyitottabbá vált a kapcsolat. Egy 1600-1700 lelkes magyar faluban élünk. Jogi formája könnyed, tehát ha valaki hagyományos egyesületet akar alapítani, akkor bejegyződés egy-kettő megtörténik, tehát nincs vele probléma, nem támasztanak akadályt. Azon túl pedig, ami értékeket őrzünk, és megpróbáljuk újra felelevíteni azokat, azok pedig a magyar identitásunkat, azt tartoznak. Olyan dolgokkal foglalkozunk, ami abból adódik, hogy magyarok vagyunk.